Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez most fontos lehet számodra. Három témát tekintünk meg. Először a szerelmet, utána a kommunikációt, és a harmadik téma az a hivatás és az anyagiak. Az első kártyák utalnak a te szerelmi helyzetedre. Itt látható egy hamis nő a háttérben. Lehet, hogy valaki figyel benneteket, vagy irigy rád. Még mindig ennél a témánál maradunk, a szerelem, a párkapcsolat. Itt lesz közeledés és kommunikáció kettőtök között. A virágok azt jelentik, hogy ez a beszélgetés jól fog alakulni, tehát lesz egy jó hír. Még mindig téma szerelem. Itt látható a te otthonod, vagy az ő otthona. Ez lehet egy közös otthon tervezése is, vagy azt is jelenti, hogy ő közeledik hozzád, lesz egy látogatás, egy meglepetés. És itt ez a kép rád utal, tehát ez a férfi gondol rád. Itt látható egy hamis személy a háttérben. Én úgy érzem, ez az ő környezetét illeti. Valaki figyeli őt, vagy benneteket. De ennek ellenére lesz itt egy találkozás, beszélgetések, ez jól alakul, és itt a nappali szoba az utal vagy a te otthonodra, vagy az ő otthonára, itt lesz egy meghívás, vagy egy látogatás, vagy ami még lehet, hogy ez a beszélgetés itt tulajdonképpen már egy közös otthonnak a tervezése. De azért legyetek óvatosak, mert itt van ez a hamis személy. Most megnézzük a kommunikációt. Itt lesz egy találkozás, lehet, hogy másokkal is. Itt lesznek kapcsolatok, beszélgetések. Még mindig téma kommunikáció. Itt fontos döntésekről lesz szó, és mérlegelni kell az eseményeket. Még mindig téma kommunikáció. Itt van egy gazdag férfi, az lehet, hogy segít anyagilag, vagy ad egy jó tanácsot. Az is lehet, hogy ez a férfi szimbolizálja az ő tartását, hogy itt segítségről lesz szó, egy jó indulatú férfi. Itt vannak kapcsolatok, találkozások, döntések lesznek, ti mérlegelni fogjátok a dolgokat. Itt van egy férfi, aki segít neked, egy jó indulatú, gazdag férfi lehet, hogy az anyagiakat illetően, vagy a munkádat illetően lesz ez a segítség, de jelentheti az ő tartását is. Mint például, hogy megajándékoz valamivel. És most áttérünk a következő témára, az a munka, a munkahely, a hivatás, az anyagiak. Itt van egy idősebb úr, aki segít neked, hiszen jó indulatú. A háttérben ez a könyv, meg itt a betűk jelenthetik a tudást, a tanulást, ez lehet számodra egy továbbképzés. Még mindig téma munka, hivatás, anyagiak. Itt van siker,
És vannak lehetőségek, vagy ebbe az irányba mozogsz, vagy ebbe az irányba mozogsz, tehát ez lehet egy jó munkahelyi ajánlat számodra. Itt utazásokról, külföldi kapcsolatokról, vagy egy idegen nyelv tanulásáról van szó. Ami a munkát illeti, és az anyagiakat, itt lesz egy segítség. De ez a kép jelenthet tanulást is. Mivel itt külföldről van szó, ez lehet egy idegen nyelvnek a tanulása. Itt megvan a siker, a lehetőségek. Az is lehet, hogy főállásban dolgozol, és mellékállásban lesz itt egy új kezdet. Amire ügyelni kell, ami sikert hoz, ezek a külföldi kapcsolatok, ezek lehetnek internet kapcsolatok is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!